Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, az Fifika. És Pifko Krisztián, aliasz, Miért rossz a hangod megint, mújó? Miért Tudtam rossz a hangod amit kihagyok, megint? Tudtam, kihagyók, az aliaszt be kellett volna ja, mondani. azt já, hittem, hogy, azt hittem hogy elfelejtetted. Mert miért szar a hangod? Lemerült az elem a kondenzátor mikrofonba. Bekapcsolva felejtettem múlt héten, és ez az egy hét semmi folyamatos fölvétel egy kicsit. Ó, oh, hell no. Bét érdeltette szegényt. Ja, és most már itt van velünk Fifika is, ugye? Azt hittük egyébként, hogy milyen nehéz lesz nélküle végignyomni az adást, de hát egy másfél órát csak kipréseltünk magunkból múlt héten. Szóval hát azt igen. mondod, hogy ha itt vagyok, akkor, akkor rövidebb az adás idő. Ma mindenféleképpen, mert ma mindenféleképpen dolgozni kell. Igen. Közbe Na de... a széket, mert az nyikorog. Hát éreztem, hogy még az adásban valami nyikorgás. Ez az, ez az húzd a földön, húzzad. Tücsök ciripelés, Csak nektem. macskanyávogás, Ex birka bégetés. Egyébként, egyébként uh, Lackó Attila megjegyezte, hogy atya úristen, micsoda halotti csönd van, mert hogy nem zörgött bele a horálki, nem krahácsoltál bele, nem bégetett a birka. Úgy, hogy... milyen, ku milyen kurva unalmas volt, nem mondta? Nem, ezt, ezt, nem, valahogy, nem mondta. El, ezt valahogy elfelejtette, igen. Hát igen, Fifi Kánál a kutya kergeti a... egy horál kivért a birkát, de igazából a tücsöknél van. Most nem tudom, hogy halljátok-e, se tücsök, se birka, se kutya, tehát be vagyok a munkahelyedben. Hmm. Éreztem. Azt hittük atomtámadás volt. Igen, és azért halljuk, hogy, hogy visszhangzol. Tehát ha nincs kutya, akkor vízhang van. Akkor visszhang van, így All van. Right. Figyelj, majd szólok, majd valami függönyt rakjanak a falakra, vagy Hát a hangszigetelő szivacsot négyzetméterre megvan 5-6 forintba. Na, de mesélj már, hogy, hogy hol voltál múlt héten, meg, meg mik voltak az élményeid. Hú. Hát egyrészt a világ összes hosszú lábú nőjét összehorták egy helyre, Dortmundba. Fényképet, fényképet, fényképet. Uh, nem lehetett fényképezni, Charlie. Ezt rohadt élet, rohadt élet, rohadt élet. <laughs> Ez most, ha, most halálkom olyan mondom, hogy egy kurva fényképet nem tudtam csinálni. Egy darab videót tudtam a, a xeo standján lopni, amikor egy hastáncos lány egy ilyen uh, Xeo-s uh, felhőből Fölé lett, és azt is nem tudom én, egy talán másfél-két perc az egész, de azt föl fogjuk tölteni, és akkor uh, itt a kultúra rovadban megnézhető. <kül> Ugye, aki nem tudja, a Dortmundban most volt a, most volt a világ a nagy, hát hogy is mondják ezt a dohányipar, a Három ilyen nagy kiállítás van, az egyik Las Vegas, a másik Dortmund, és a harmadik az talán Prága, bár Prágár azt mondják, hogy nagyjából fele ekkora. 500 kiállító volt ezen a vásár, illetve nem vásár, ez kiállítás. Ezen a kiállításon és nagyon érdekes volt, mert a a dohány cégek közül a, nagyjából egy ilyen 200-200 50 képviseltette magát. A többi az mind uh, uh, ecg vagy e is a vonalon mozgó cég volt. Óriási uh, sok voltak vég a, a három nap alatt. Ugye ebből kettőt volt, ami vasárnap uh, jöttem el, amikor akkor van az osztogatós nap, Charlie. Tehát, tudod, vasárnap már, amikor tudom én, délután bemész ebbe, a, ebbe az öt csarnokba, akkor már bármit odaadnak. Hát akkor ezt, ez olyan lehetett, mint mondjuk a BMW, csak csak nem egy pavilon volt nyitva, hanem sokkal több. Itt vagy? Én itt vagyok, fifikát vitte el a szél. Hát ez fantasztikus. A VDS-eljére verte itt magát. ha látszik is, hogy kapcsolódik. Jaj, Mindig a szenvedés, mindig a szenvedés. Aha, most valaki pittyegett. Ha. ha. Menjünk addig tovább a témákban? Ha gondolod, tovább mehetünk, én összefoglalhatom a húzódozó, hetek óta húzódozó hollandiai kérdéskört. Jó. Is, amíg Fifika visszajön és pontot tesz a Dortmundi epikus kirándulás végére szóval Martin Vonckent sikerült megkérdeznem, aki az egyik nagy holland gőzlér harcostársunk, hogy mi is a helyzet és elirányított engem, mint kiderült, ő ezt egyszer már összefoglalta a, a Vapers .org úgyhogy kiegészítette néhány mondattal, és elirányított ide, és ott szépen össze van foglalva, hogy mi a helyzet Hollandiában. Tehát Hollandiáról igazából eddig azt tudtuk az elmondások alapján, hogy korai TPD implementációban utazik, tehát még mielőtt kötelező lenne, ők már át akarnak emelni a mindennapokba a TPD ajánlásai közül, amit csak lehet. És mint kiderült, ez nem törvény erejű, tehát törvény nem született Hollandiában, egy minisztériumi rendeletet hoztak, egy átmeneti minisztériumi rendeletet, ami azért átmeneti, mert majd a, a TPD végleges implementációja meg fogja szüntetni, és ebbe a rendeletbe ollóztak bele ezt azt a TPD-ből. A meglévő eszközökkel semmit nem tudnak kezdeni, tehát nyilvánvalóan, ha valakinek valamilyen van, akkor azt használhatja. A forgalmazókat sújtják alapvetően ezekkel a rendelkezésekkel. És nézzük, hogy miket vettek át. Nagyon érdekes például, hogy nincsen 18 éves koros korlátozás Hollandiában, mert hogy ehhez törvényerejű rendelkezésre lenne szükség, és az pedig nem megy ilyen gyorsan, úgyhogy alapvetően. 18 év alattiaknak is teljesen nyugodtan árulható Hollandiában az elektromos cigaretta. Ezzel nem kezdtek semmit, ellenben behozták azt, hogy az elikvideket már maximum csak 10 ml-es kiszerelésben lehet árusítani a nagyon szigorú címke megkötésekkel egyetemben. Tankos kazánt maximum 2 ml-est lehet vásárolni, annál nagyobbat. Nem, azt mondja, hogy a csöp cseppmentes utántöltéssel arra lukadtak ki, hogy olyannak kell lennie az üvegnek, itt nem találták fel a spanyol ulyaszt, és ez egy egészen érdekes megközelítése egyébként. Tehát, hogyha a likvidhez mellékelt utasítások szerint tudnod kell cseppmentesen tölteni. Tehát ilyen hatalmas technológiai megkötéseket, meg ilyeneket nem írnak elő, egyszerűen arról van szó, hogy le kell írni a Polgárnak, hogy így kell tölteni, hogy ne folyjon. Tehát akár pipettásan is tölthetném, hogyha odaírom egy Cetlin, hogy, hogy hogy használd a pipettát? Hát Hollandiában a jelenlegi holland rendelet szerint igen, 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 igen. Uh -huh. erről van szó ez mondjuk egy sokkal észszerűbb dolog, mert hogy tényleg a TPD-ben főként az a baj, ugye, hogy olyan dolgokat is meg akar kötni, ami, ami életszerű, rendeltetésszerű használat mellett igazándiból nem szempont. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy, jó húzás a hollandoktól. Megkísérelték betiltani a drippereket, alapvetően a dripkazánokat, és minden olyan kazánt, aminek nincsen puffere vagy nincsen tartája, tehát nem lehet az alá a két milliliteres skatúja alá, skatujába be szuszakolni. Azokat megkísérelték betiltani, de ezeket alapvetően letolja mindenki. Tehát elvileg a rendelet szerint a drippereket nem lehetne szabad forgalmazni, de ezzel nem foglalkozik senki. Azt mondja, hogy... Nem tudom, hallod, az öreg a horáki. Ne, Charlie, azt akartam kérdezni, hogy hogy fújom én most ki az órom? Hát úgy, hogy lenémítod a mikrofonodat. Olyat én nem tudok. Hát akkor menj ki addig a szobából. <laughs> Nagyon érdekes továbbá, hogy a áruk szabad mozgásának beintettek a hollandok. A rendelet alapján azok az eszközök, amik be vannak tiltva, azokat más Európai Uniós tagállamból sem lehet berendelni. Tehát, hogyha egy holland mondjuk rendelne Angliából egy 4 ml űrtartalmú tankos kazánt, akkor azt a holland vám megfogná, és viszont nem a megrendelőt tennék felelőssé, hanem az eladót, tehát az angol cég sértené a holland rendeletet. A nikotinmentes elektromos cigarettákra, a nikotinmentes utántöltőkre semmiféle korlátozás nincsen, tehát az itt, ezek nem vonatkoznak rá. És azt mondja, hogy nincs a korlátozás, illetve a rendelet nem érinti azt a hülye kitételt, mi szerint konzisztens, ezonos felhasználási feltételek mellett azonos adagolási paraméterekkel kell rendelkeznie, mert nincsen olyan módszer, amivel ez mérhető lenne. És azt mondja, hogy a módkészülékekre és az akkumulátorokra sincsen semmiféle korlátozás. És és, és és azt írja még Martin, hogy a, amikor ez a rendelet bejött, akkor óriási kiárusítást csaptak a boltok, természetesen a, a, a tiltásra került eszközöket azokat szépen kiárusították, és azt írja még, hogy nagyon sokan ö, elképesztő mennyiségű nikotinos alaplevet ö, gyűjtöttek be még az ér, érvénybelépése előtt, ennek a rendeletnek az érvénybelépése előtt, tehát még idén januárban, február 1 érvényes ez a rendelet. Úgyhogy idén február 1 -e előtt ö, nagyon sokan felhalmoztak egy csomó nikotinos alaplevet. Ennyit lehet most róla tudni, hogy mi a forgalmazási helyzet. Azért az milyen fura, hogy hogy valaki től, tőlem rendelés nekem kell tisztában lenni a holland törvényekkel, mondjuk magyarként például. Hát és egy eu országban, ahol ugye a az, az szabad, szabad áramlása alap principium. Teljesen vicc. Ja, bocsánat, még egy dolog azt írja, hogy a közterületen és egyéb ilyen zárt területeken semmiféle korlátozás nincsen, tehát szabadon használható bárhol. Na, akkor most a hollandok jól döntöttek, szerinted, Krisztián? Szerintem nem. Szerintem nem, mert hát ugye itt van a 10 milliliteres ö, utántöltős limit, meg a tanméret korlátozás, bár igazából ezzel adtak egy nem, 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 nem döntöttek jól. Tehát nézőpont kérdése. Gőzlér Szemmel nem döntöttek jól egyáltalán, mert nyugodtan ráértek volna a jövő májusig csesztetni ezt az egészet, és hagyni, hogy a piac élje ki magát addig, amennyire lehet. É, teljesen fölösleges volt ezeket a korlátozásokat előre behozni. Nem látom a, 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 az értelmét. Plusz ugye abszolút ö, problémás, gázos a, a, az egész, mert hogy a 18 éves korhatárhoz meg hozzá se nyúltak. Tehát ö, ez a... nem tudom, úgy akarnak tűnni, hogy ők a jó fiúk, és előre dolgoznak, nem tudom. Ja, plusz hát ugye ez a, az EU-s szabadáruk mozgásának a, 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 a kukába dobása, ez szintén egy olyan, hogy mi van... De hát az, a figyelj, az egész TPD erről szó, hát ö, gyakorlatilag ö, semmit ö, nem valósítunk meg a, a záruk szabad ö, mozgásából. Persze, csak amíg a TPD-t nem ö, implementálják ö, egész EU-szerte, és nem az összes országban az lesz, hogy mondjuk két milliliter méretnél nagyobb tankot nem lehet forgalmazni sehol, tehát onnantól kezdve az EU-ból nem is tudsz ilyet elvileg rendelni sehonnan, akkor onnantól kezdve nem kell nézegetni a vámon a, a, a csomagokat, amik az EU-s országokból jönnek, ugye. Úgyhogy itt most magukkal basztak ki, szerintem, mert több mint egy év viszonylatával szivatják a vámosaikat, hogy EU-ból érkező csomagokat bontogassanak és nézegessenek. Ez például egy boltári nagy baromság szerintem. Hát az. Nem tudom, itt a, a, a például a, a határon átmozgó dohányáruk. Tehát ha te veszel, nem tudom én, vágott dohányt, mert, mert nálatok olcsóbb a vágott dohány, mint a a szálas és azt átküldöd egy másik uniós tagállamba a haverodnak, a most se bontogatják a csomagokat. Vagy igen? A még egyszer, bocsánat, olvastam, hol bontogatják a csomagokat? Tehát, hogyha vágod dohány Hogyha, tehát jövedéki terméket vesz, kifizeted az itthoni jövedéki adót, és azt, á, de jó, Istenem, bocsánat. És azt azt átküldöd a, a, az EU-s határon. Akkor mi történik? Ez egy jó kérdés, mert hogy ugye az ővedék is termék. Hát vá vámos, érted, hogy vámos, szemmel, vámos szemmel gondolkozva ugyanannak kéne vonatkozni rá, mint amikor te a határon átjössz, és meghatározzák, hogy hogy szivar, szivarka és szálas cigarettából hány szállat hozhatsz be. Tehát, itt de nem ismét. te személyesen, hanem berendeled. Hát az tök mindegy, de ilyen. Onnantól így... kezdve meg jövedéki. A, jövedéki, jövedéki terméket értékesítesz a másik országban. Ja, én most nem ürön. az értékesítése gondoltam, hanem arra, hogy nekem tetszik, mit tudom is, én valami holland cigaretta, és abból berendelek mondjuk egy doboz, hogy egy nagy dobozza benne ezer szállal. Tehát végfelhasználásra gondoltam, itt nem Aha. értékesítésre. De hát az nem is vonatkozik, nem is tartozik ránk. Na, de hogy egy kicsit visszakanyarodjak. De, 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 de ebből a szempontból teljesen mindegy, mert mert, hogyha a TPD hatályba lép az unión belül, akkor gyakorlatilag ugyanolyan megítélés alá tesznek, mintha mint, dohányt hozná vinné be. Hát nem, mert mert az egyik az jövedéki adó miatt, a, <laughs> és másik, a másik meg. A másik, a másik meg, meg lehet, hogy jövedéki adó. Hát arra majd kitérni országokba. a országokban. a egy A TPD miatt nem mehet, hogyha az adott ország megtiltja. Tehát akkor... Hát kanyar... káosz van. <gül> <gül> igen, köztünk Aszan. is, mert hogy vissza kéne kanyarodni Fifikához, mert leszakadtunk ott, hogy mindent osztogattak vasárnap. Te meg nem voltál már ott. Én meg nem voltam már ott, így van, ez az egyik. A, a másik, hogy abban a szempontból volt nagyon jó ez a, ez a kiállítás, hogy az ember látta a trendeket. Egyébként abszolút nem érződött az egész kiállításon, hogy, hogy itt mindenki a TPD-re készülne. Tehát 30 millis üveges kiszerelésű likvid volt túlnyomó részt a kiállításon, mindenki ezeket a pipettás, kis csinos ilyen üvegeket hype olta, amit egyébként nem értek, mert egy, a felhasználók többsége mondjuk egy, egy ego vagy evot készüléket igen nehezen tud amúgy tölteni ezzel a, ezzel a fajta pipettás üveges dologgal. A, rengeteg kínai kiállító volt, de, de olyanok érted, hogy tudod, van a kamri. Tehát ott volt a kamri, és mit tudom én, 200 méterre arra a kimri. <laughs> brutál, tehát brutál uh, dolgok voltak. Uh, jókat uh, szórakoztunk ezeken az a apróságokon. Ami nagyon uh, uh, jól mutatta ennek az egész iparágnak uh, a a hogy uh, öt standot uh, úgy tudtunk meglátogatni, hogy egyetlen egy működő készüléket nem tudtak elénk rakni. És ezek zömével egyébként kínaiak volt. Hát úgy, hogy oda mentél, mondtuk, hogy akkor, mit tudom én, tesztid ezt, és bekapcsolta a Cseh Katomizer. Hát mondom, figyelj már, hát ez nem működik. Hát le volt merülve az ellen, akkor kicserélte, akkor megint rövid zára futott. Jó a, és, és tehát érted, ilyen 20 perces kínlódás után uh, nem tudtak egyetlen egy működő készüléket. Fogtam a prospektust, mert hogy ugye ilyenkor azt tudni kell, hogy mindenki a, a bizniszkártyádra hajt. Tehát amikor oda, mert, mert, hogy a kínainak el kell otthon számolni, hogy hány látogató volt, és hogy kiknek lehet küldeni, aztán tudott kifelé az e-maileket. És akkor elkértem a, az ő kártyájukat, névjegykártyájukat, ez, húztam rá egy őrült nagy keresztet, hogy ezek keresnek öcsém, ezektől semmit. Tehát írdatlan <coughs> hát hogy lehetnek ilyen balfaszok, hogy, hogy, elmennek kiállítani, és a, a, bemutató darabokat nem ellenőrzik Figyelj, figyelj az, az, egyik legnagyobb kínai brandó likvid gyártó standján ücs, egy, majdnem egy óra hosszát. 70 féle ízük volt, 70 kazámba kirakva. A 70 kazánból 40-45 égetett. Tehát abszolút Ouch. abszolút szar volt. Én mondjuk mindenhol a, a dohányos ízekbe kóstolgattam jobban bele. Hát ha találok valamit, ami, ami mit tudom, én megmozgatja a fantáziámat. A másik tanulság meg az volt, hogy nagyon sok ilyen nagyon szép, tényleg abszolút ö, formaterve rendelkező, ö, nagyon jó ö, megdesignolt ö, brendel. Itt volt egy ilyen likvid szekció, hogy Kovács műhely, és akkor volt benne íjász, ö, lovag, nem tudom én, akármi, és gyönyörű ilyen, ilyen kézműves likvidnek nézett ki, de egy kalapszar volt. Tehát mondtam is, és hogy ezt teljesen fölösleges. Tehát, viszont volt olyan ö, gyártó, aki, aki tényleg azt mondom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű likvidet, egy nagyon szép 10 millis, tehát már a TPD-re készülő 10 millis abszolút ö, jó használható töltőcsőre ö, mellé raktak mindenféle... Ez egy olasz cég volt egyébként, mellé raktak mindenféle ö, bizonyítványt... Ö, a rengeteg volt az eldobható kazán. én, én tudom, hogy létező kategória, de, de, hogy Európa nyugati felén ennyire fognak vele nyomulni, azt nem gondoltam volna. Szint az összes német forgalmazónak kint volt valamilyen formában ez a két millis, és tudod, kiszívod a két millit, azt eldobod a fenébe, és négy, van egy blisterre szerelve, vagy valamilyen gyümölcs vagy egyíz, amit akarsz, és aránylag azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen, ilyen visszafogott áron fog menni, pedig hát sajnálod kidobni a kazánt, mondjuk biztos vagyok egyébként, hogy meg fogják találni azt a pontot, ahol majd újra lehet tölteni ezeket a, a két kazánokat. Sisások voltak még igen nagy számmal képviselve, elsisak, tehát voltak olyan asztali elsisák, Érted? Azt hittem, hogy heggesztő, rafó, és akkor mondja csak, nem, 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 az az első is a... Tehát tényleg ilyen, ilyen mindenféle tekerentyű, bekerentyű, egy ilyen négyszögletes doboz vára is lehet akasztani. Ú, mondom, ezzel azért egy ilyen egyszegi találkozóra egészen érdekes lenne eljutni. Az egész vásárt, azért nem mondok cégneveket, mert, mert teljesen fölösleges így hergelni a hangulatot, de az látszódott, hogy az egész vásárta gyakorlatilag a Xeo nyomta le. A xeo tudni kell, hogy ők egy aránylag nem olyan régi e-cigarettás cég, főleg első indultak annak idején. Német cég Kínába gyárt. Tehát ez a, a, az alapkoncepció. Iszonyatosan jó marketingük van. Gyakorlatilag Végmentél a, a vásáron, és minden ötödik ember kezébe ott volt a büdös nagy szeustáska benne a, a likvid válogatásokkal. Úgyhogy majd Csárlinak, hogyha hazaér a kocsink, mert ugye én vasárnap repülővel jöttem, utána még kollégáim mentek Brüsszelbe. Ha hazaér vasárnap, vagy vasárnap, ö, igen. Ha hazaér most vasárnap a kocsink, akkor abba azért csak raktunk egy-két ilyen válogatást, likvid válogatást, és akkor azt a vagy műsorba, vagy az elcigi tesztek oldalán majd valahol kisorsoljuk. Ó, bizség. Ennek emlékére, illetve én azt, gond, azt, gondoltam, hogy ha már a, a cigó cigós bírtam csak vásárolni, akkor az ott megvásárolt cigó T nevű, és tudod, minden kínai azt üvöltözte felé, tehát így lépti a stand felé, és egy, ez, ez, ilyen szó volt. Temptation control! És mindenkinek volt, volt egy ilyen büdös nagy módja, amin volt TC. Na úgyhogy úgy, van egy ilyen 100 voltos TC mod a kezembe, gyári kazányával együtt. Én ezt csak hegesztőtrafónak hívom. Ezt valamilyen nemes célra így föl úgyhogy majd kitaláljuk, Charlie, hogy ki és milyen alkalomból fogja ezt megnyerni, nyilván miután te letesztelted. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kitaláljuk, kitaláljuk. Vagy a százra, vagy valami más vagy jeles valami alkalomra. Másra. <kül> Jó van, fiúkák. Egyébként történt veletek ezen kívül valami a héten? Nem igazán. Az zsír. Akkor csapassuk a témákat? Igen. Tók, igen. milyen enervált a Igen. Ég... Ég... Ah, ég... 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 ég. Olvastam a címeket, és így elbambultam mellett közben. Fantasztikus cikkbe botlottam bele éppen ö, tegnap, ami úgy kezdődött, hogy nincs bizonyíté. <laughs> nincs bizonyíté. <laughs> Nincs bizonyíték arra, hogy az e-cigaretta segít az embereknek a leszokásban. <laughs> bazd meg. A uh, uh, cikk kivonatosan. Ebben mi, meg... ebbe mi az ilyen, ilyen humoros csár. Hát, hát az, hogy ez. Ez, ez, ez olyan, mint a, a magyar televíziózás fekete pákója, hogy ez mindig előkerül, bazd meg ez a mondat, és így. így ha Igen. nincs más, akkor erről lehet beszélni. Na, itt is erről van szó, egy kicsit bocsássátok, meg angolról olvasok, és közben fordítok fejben. Tehát, hogy megpróbáltam már leszokni a dohányzásról, akkor abban a reményben fordultál mondjuk az e-cigarettához, hogy ez az eszköz segíteni fog téged a leszokásban, és itt szóba került ugye a, az angol 95 százalék is, ezt itt tök egyszerűen már csak így is lehet fogalmazni, hogy az angol 95 százalék, és, és onnan támadták, hogy, hogy a vizsgálatokat olyan szervezetek finanszírozták, akik kötődnek egyébként az e-cigarettához kapcsolódó döntéshozatalhoz. És a következő kérdés az ugye az volt, hogy próbáltál-e már leszokni e cigarettával a dohányzásról, meséld el a tapasztalataidat. hangsúlyozta a munkacsoport, hogy egy új zélandi tanulmány 2013-ban megállapította, hogy az e-cigarettában található nikotin az legalább olyan hatékony, mint a nikotin tapasz, és ezáltal segít a dohányzásról való leszokásban és valamivel hatékonyabb, érted, valamivel hatékonyabb, mint a placebo e-cigi, ezt elmagyarázhatnátok nekem, mert én ezzel még nem találkoztam. Placebo e-cigi, amely nem Jaj, tartalmaz nikotint. Hogy ez hogy a tökönbe? Na no, mi is. Fossunk ennek neki még egy egyszer, tehát placebo e-cigaretta, ami... Nem tartalmaz nikotint. Hát az nem placebo, az nullás. Igen. Azt mondják, hogy... Placebó A munkat, Te is placebót szívsz. Igen. De, igen, igen. de milyen ütős, mi? És hanyas. Hatos placebó. <laughs> Isten bizony, csinálok egy ilyen likvédet. Placebó, ez lesz a neve. Aztán jött itt a, a, a következő tanulmány, ami ugye azt sugalta, hogy hogy az e-cigaretta mindenféle káros vegyi anyagok szervezetbe juttatásával veszélyezteti a felhasználókat. For example, mondjatok egyet. Formaldehid! oh, yeah, a formaldehid! <laughs> Az régi jó formaldehid. És akkor De azt mondja, így, hogy... És rá lehet szokni? Nagyon vigyázz Azt mondja, ezen a ponton már ö, nem volt elég bizonyíték arra, hogy az e-cigaretta biztonságos. Tehát értitek, ö, jó az e-cigaretta, segít a leszokásban a hagyományos cigarettáról, meg egyébként nincs benne káros anyag, de keresünk egy olyan pontot, ahol lehet támadni, ö, ami jelen esetben mondjuk az, hogy káros vegyi anyagok, formaldehid, ami, ami az meg, tehát így, így már milliószor átrágta mindenki, hogy ez hülyeség, mert nincs benne. Ö, és akkor azt mondja, hogy ezen a ponton már nincs elég bizonyíték arra. Rohadjál meg! Tehát egy elegáns logikai ugrást végez. Innen ilyen... már jön a lejtő, érted? Először iszod a placebo alkoholt, tehát érted a, a, az alkoholmentes sört, az alkoholmentes sör kapu az alkoholizmus. Várjál, de a placebo alkoholnak az a drágábbik <coughs> verziója, mert a placebo alkohol a csapvíz is. A csapvíz... Ó, oh, de milyen? Na, de folytatnám tovább, azt mondja, Soha, hogy... Jaj, ne igen, igen, jó. Mi a tehendő, ha azt szeretnénk, hogy ö, megszabaduljunk a dohányzástól? Következő nagyon magvas ö, észrevétel egyelőre maradja bevált módszereknél. A legtöbb ember, különösen azok, akik ö, dohányoznak, ö, az orvosuk... Ö, Általában vagy tanácsadóhoz, vagy terapeutához irányítja, aki a dohányzásról leszokásra specializálódik. Ez az orvos majd segít eldönteni, hogy milyen, és figyelem, milyen gyógyszeres terápiára van szükség. Számos FDA által jóváhagyott termék segíthet abban, ö, és térjünk akkor ki itt a tapaszra, a rágógumira, a cukorkára, amelyek enyhíthetik a nikotin megvonási tüneteket. Ö, és akkor egy kis intermezzo, kitérő. Emlékeztek, hogy milyen százalékban volt sikeres azoknak a leszokása, akik tapaszt és egyéb ilyen... Nagyon... Három? három. Igen, én is háromra Oké, emlékszem. én is körülbelül 10% százalék alattira emlékeztem. Na na, 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 na. Na, 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 Nem százalékról beszélünk. Az egész világon három embernek sikerült. <laughs> <laughs> De annak se azért. <laughs> na. Ö, azt... De nem három százalék körül volt. Azt írja, hogy... Nincs bizonyíték arra, hogy az e-cigaretta segít az embereknek. Nincs bizonyíték. Például bizonyít. nem kíséri át az idős hölgyeket a lámpánál az új Nem, Nem, szerintem ez a nincs bizonyíték arra, El mert, sem hát, mosogat mert hát hiszen ég. ha e -cigizel, akkor nem halsz meg. Ha nem halsz meg, akkor nem vagy egy száma rublikában, hogy 56 ezeren haltak meg egy hónap alatt azért, mert rákosak lettek. Tehát ez a szám hiányzik nekik, mert tudod, számokban mindent jól meg lehet állapítani. Na de azt mondja, FDA által jóváhagyott módszerek, figyeld, beleértve a vénköteles gyógyszerek, ö, és akkor itt direkt kitér még a Santixra is, segíthet. Ö, és azt mondja, hogy ö, ugye nincs bizonyíték arra, hogy az e-cigaretta segít az embereknek, majd ebben a bekezdésben, ahol a Santixot és ö, Pamelort, meg egyéb ö, ö, North az öngyilkos pirulákat, igen, igen, igen. Igen, és akkor ott azt mondja, de figyeljünk arra, hogy a dobozon ott van a figyelmeztetés, óvatosan, mert növelheti az öngyilkossági gondolatokat, tehát úgy használjuk, hogy gondos orvosi felügyelet mellett. Tehát bazd meg, az egy nem segít, hány, hallod, így, így, látom magam előtt, tudod, így, így ülsz a toronyház szélén, kezedben elcigi. Melletted az orvos, hogy segítsen. Ne, ne, leugrani. ne, ne, így kezedben az elcigi, is... Nincs értelme az életnek. Nem ad már annyi gőzt a kazánom. A picsába leugrok. Őrületes. De de menj az orvoshoz, majd ő a shantix segít. Hát Foglaljuk ezt, hogy jól értem. Tehát felsorolja az összes pozitív dolgot, amit tudunk az elektromos cigarettáról. Majd utána ráfúzi beszúr, a formaldehidet. Beszúr egy bizonyítottam fals valamit. És innentől kezdve vége a történetnek, és elkezdi ajánlgatni azokat, amik A nem működnek, B, megülöd magad tőlük. Igen, 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 jól látod, jól látod. Észrevetted akkor ezt a gondolati csavart <tosz> benne. Semmi gond, semmi gond, Ura vagyok a helyzetnek. Ne ugor le, ne ugor le. Santixot vettem be, nem érdekel az élet. Az meg zseniális se. Na, hát ilyen cikkekkel van tele a világ, és ő... Egy dolog jut eszembe erről, felelőtlen. Tehát ez, ez a felelőtlenség, felelőtlen tájékoztatás. Nem, ezt nem így további. gondolja, mert ő leírta, hogy, hogy az FDA által approved, jóváhagyott gyógyszereket, és próbálkoz meg a tapasszal, meg a cukorkával, meg a rágógumival. Egyébként meg baszódj meg. De konkrétan. De így van, és uh... Fú, de rég mondtuk már ezt a, ezt a, a, a gyógyszermafia hálójába terelik a, az emberek nagy részét. Nekem erre, erre jobb ötletem nincsen. Tehát amikor valaki ilyen nyíltan egy olyan szert ajánl, leszokásra, ami, ami bizonyítottan öngyilkos, tehát érted, bele van írva a papírjába. Öngyilkos de. gondolataid De Ennyi. más mondok, figyelj már, ha azt mondják, hogy Santix meg, meg a tököm tudja név szerint, és leírjuk utána, hogy, hogy hát azért óvatosan merettől lehetnek ám ilyen sötét gondolataid, és akkor ezzel szemben odaállítják, és azt mondják, eh cigi, káros formaldehid. Tudod mit? Akkor én hiszek neked, van benne formaldehid. Mondd meg melyikben, és akkor azt nem fogom szívni. M még egy dolog eszembe jutott. Ha már a champix kapcsán. Azaz. Mert hol, 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 tével marketingolják. Hát az úgy van, hogy... Múlyo, hogy ahogy mi mondjuk, az úgy van. A... Mit, ével, mit ével mondjuk? Emlékszem, amikor azt a cikket veséztük ki, ami ennek a káros hatásairól szól, hogy ez a, az öngyilkosság, öngyilkos gondolatok megszaporodása, az egy dolog volt, én emlékszem a többire is, hogy görcsrohamokat okozott egy csomó embernél, akik abba haltak meg. Tehát még már ez is bőven elég lenne, hogy bottal a piszkáld meg, hogy gyilkos gondolatokat okozhat, de egy csomó embernek megállt a szíve a görcsrohama közben, meg ilyesmi, úgyhogy de tulajdonképp... Olyán, már! De figyelj már, akkor a, a, a tulajdonképp az arzén is sikeresen leszoktat. Nehogy kipróbáljátok, csak mondom. Tehát ha arzént veszel a szádba, utána többet nem szív cigit. Afrikában beszélsz egy-két kígyóval, azonnal elintézi ezt a problémádat, érted? Jó Istenem. Lekíván szokni a dohányzásról, akassa föl magát. Azonnal. Azonnali hatás. Igen, igen, igen. Nem fog többet az eszébe jutni a cigaretta. Meg semmi más se. Na, de hogyha már ilyen nagy utazgatós... Jaj, bocsánat, mielőtt elfelejtem, így ahogy hívják, formadeit kapcsolatot eszembe nem gyűjtöttem ki, csak átfutottam ilyen ismerős kommentje a kommentek között, elveszett, előjött valami amerikai cikk, ahol azt feszegették, hogy az aromás utántöltő folyadékok hatalmas veszélyei, és arról szólt, hogy az aromás utántöltő folyadékok magukban hordozzák azt a veszélyforrást, hogy az aroma elnyomja a száraz égetés formaldehides ízét, azért nem veszed észre, hogy tüdőzed a De ki az a barom az meg, aki formaldehid aromát kever? Hát ez, ez, kommentelte, hogy csávó, ez, ez, a ez a meg a szememet, hogy ennél nagyobb hülyeséget még életemben nem hallottam. Ha nem égetett traktor gumi aromájú likvidet szívsz, akkor nincs az az Isten, hogy nem veszed észre. Hát ezt komolyan mondom, tehát hihetetlen idiotizmus terjeng a világban. Szóval ne felejtjük a placebo likvid mellett. Égetett traktor gumit is légy szíves egyet. Na, Kész. tehát hogyha, hogyha letudtuk ezt a cikket, és ugye Fifika már volt Németországban, akkor Hát nem tudom, hogy többeknél ki fogja venni a biztosítékot, hogyha azt mondom, hogy egy reviewer társunk, de inkább fogalmazunk úgy, hogy Phil Bussardo is. Kollégát és a... Phil Ah, Hát, Kollégát. Hú, hú, ettől kapok a pofámra, hisz még tekerni se tudok. Szóval a Phil Bussardo pedig itt járt Európában, többször is ebben az évben, de most éppen a Flavor Art házatáján járt, és megosztotta a tapasztalatait egyelőre csak képekben a gyárról, és, és, úgy egyébként erről a tripről. Aztán majd jön róla a videó is. Nem tudom, hogy megnézegettétek-e a képeket. Én még nem. Nem. Na úgy nézett ki, csak kett csináló, és be fogom rakni majd a, a buszárdónak a, a az albumát a show Ez nem úgy néz ki, hogy a flavor art azt mondja, hogy high feel, Ö, gyere hozzánk és nézd meg, hanem High Feel gyere hozzánk és ö, hozd a sleppedet. Ott volt Phil Busardo a felesége, ö, hát most nem volt ott vele Dimitri, viszont aki megnézte a Legal Vape 4000 TC videóját, az, ö, az itt az albumban megtalálhatja a kis kínait. <laughs> Zseniális, ott volt ő is, és ö, így egész emberi formája van egyébként inkben és fejhallgató nélkül. És hát ezt inkább úgy mondanám, hogy mint egy csapatépítő tréning, úgy nézett ki ez a gyárlátogatás, tehát ott, ott volt előtte kis túrázás, kis városnézés, nagyon jól érezte magát, és azt írja, hogy, hogy igazából nagyon mély benyomásokat tett rá, és igazából nem csak a hely, Mármint úgy, hogy a Flavor artnak a telephelye, hanem, hanem az emberek, hogy mennyire kitüntetett figyelemmel ö, részesítették őket, ö, hogy ö, mennyire odafigyelnek ö, magára a tevékenységre, amit végeznek. És. Ö, és tényleg rohadt jól néz ki egyébként a gyár kívülről, belülről, el nem tudjuk képzelni, de majd a képek alapján majd akkor nézegessétek meg, mert nagyon, nagyon érdekes képek, hogy micsoda gépek, micsoda mennyiségek vannak ott, mikor arról beszélünk, hogy flavor árt és aroma gyártás, és mikor százliteres mikor hordóval látja az ember a PG-t vagy a végét, vagy, vagy külön egy embert csak azért ültetnek a gép előtt, hogy, hogy más se csináljon csak a, a címkéket, a grafikákat az aromákhoz, a likvidekhez. <coughs> Bocsánat. Vagy van itt egy nagyon jó, azt, azt be is lájkoltam like neki, hogy hogy öltöztetik fel az embert, aki beléptett? Tipikusan ez a ez a, ez a nejlon papucs, meg az anyám kínja sőt még ö, az gyönyörű volt. Kapott egy flavor ártos. Hát én csak pizsamának hívtam, de tudod ez a kék köpeny mint, a, mint a, az ápolóknak? Hatalmas nagy hatalmas nagy fém tartályok, amiben kevernek. Ö, itt ugye nem adják már ki? külső cégeknek, hogy akkor itt van és végezd el az analízist, ott vannak nekik beállítva a spektrométerek, minden egyes keverésük kielemezve ugyanolyan az első, mint a 158. -dik. Itt a, a likvid palackozó gépsor is látszik, és hogy milyen komolyan veszik egyébként a biztonsági előírásokat. Tehát pont van egy fénykép egy ember kérő, 3 m ruhában, gázmaszkban, szemüvegben, még a szemüvegen, még ez az arc elé lehajtható plexi, egy külön szoba, és a szobát azt úgy képzeljük el, hogy mondjuk ez, hát szerintem az ilyen 15-20 négyzetméter körüli, Körülbelül 30 30 centis ö, csúcsára állított ö, négy szögek, ugye rajta a veszélyt jelző szimbólumokkal. Ott van a képeken, hogy ö, belépés csak engedéllyel, és hogy itt nikotin van. Kurva jó ez a gyár. Nem vagyok nagy ö, Flavor art aroma rajongó, de... de Azért a... a Charlie Flavor art, volt az egyik úttörő. Persze, Egrópa persze, persze. persze. Csak, csak mondom, hogy én Flavor artot nem <laughs> nagyon szívok, de a, a hely, a kialakítás, a profizmus. Mondom, tehát tényleg rohadtul érdemes megnézni ezt az albumot, és, és hogy, hogy, na, mi az, amikor azt mondjuk, hogy likvid keverő üzem. És akkor innentől kezdve az összes többi tényleg csak csak zukkeverés amit az ember így fejbe elképzel. Na, hát szóval a Flavor Artnak megérte kivinni oda három-négy embert azért, hogy bemutassák majd a gyárat egy videóban. És még te is hasra estél, úgyhogy akkor ezek a szerint én, működik. Én, 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 engem mindig lenyűgöznek ezek a technikai részletek, bármiről legyen szó. Tehát én, én nagyon szeretem a, discovery van, ahogyan készült. Hát órákig tudom nézni ezeket az automata gépeket, ahol, ahogy palackoznak, ahogy elkészítenek valamit, és ez, ez, ez mély Vagy ez, egy munkást. Ez, <laughs> igen. Szóval igen, lehet látni, hogy itt, itt micsoda marmonkannákban vannak kiszerelve a, a, kész, vagy, vagy a még be nem kevert likvidek. Hm, tetszik, tetszik. És természetesen mindenki beöltözve, meg, meg Elszívó berendezések, meg külön van itt egy kis szoba, ahol, ahol az egész szobában más sincsen csak aromák, de a, a 30 ml egy decisz flakontól egészen a 20 literes kannáig csak aroma, és ott az emberek csak kevernek. Egy köbméteres pg és flaska, csak így hívnám. És egy másik egy köbb méteresben valamilyen vanília aroma, 10%-os egy köbméter aroma. Hát az... És képzeld el ezt málnában. Húha. Azt szeretném egyszer megérni, hogy Charlie besokal a málnától. Nem történhet meg. Nem történhet. De ha besokalok a málnától, akkor majd lesz más. Szóval ez volt, ez lett volna a flavorartos filbuszárdó trip, de hogyha ha már ezt mondod, hogy besokall a Málnától, nemrég kikerült a, a az ecg tesztek oldalra az egyik blosz likvided. Illetve hát lehet, hogy több is azóta, mert már nem, nem vagyok képben, vagy még ö, tegnap is raktam ki, vagy már nem is emlékszem, de, de volt olyan, aki megkérdezte a, a Facebook csoportban, hogy nem lejt semmennyire a, a, a az értékelés lejtője, hogy ilyen költője fogalmazzak, de azt kell mondjam, hogy <kül> nem, mert. Ha lehet, akkor is a másik irányba. <kül> igen, már csak azért is, mert az még nem került ki, mert még nem jutottam el odáig, de a, a Fifika innen is jelezném, amit már múltkor mondtam neked, hogy hogy a Málna szar volt, ez review-ban is meg fog jelenni, viszont a Nektarin az világbajnok. Tehát az volt az, amire mind a hárman azt mondtuk, hogy fú, ez rohadt jó. Hát uh, szerintem lesz még ott egy-két jó íz, de... <kül> az a baj, hogy ennyit, ennyit képtelenség Kész persze. tesztelni. Uh, persze ez majd be fog menni a közös kalapba, de annyit elmondhatok előre, hogy a... a a Nektarin rohadt jó volt, a mentor rohadt jó volt, a a Seri az is jó volt, hát a Málna az, az nem egy jó, jól szüky sikerült. Szüky, nem a te, Nem a te málnád, így van. Igen. Na, részt, másrészt meg a, ami szerintem kuriózum még, az a Jászmin. Jaj, bocsánat, a Jászmin. Az is, az is, az is. Fifika, itt szeretnélek megkérni, Hárman voltunk, Matyi, Boris, én, Jázmint, mint nektarint. Köszönjük, és nem szar nullásban. Köszönjük. Szolgálati közlemény. Oké, oké. Okay, okay. Vettem az adást. Vettem az adást. Egyébként nullásokat küldtél. Igen. Azt láttad a videót, hogy megköhögtette Boriszt? Ja. Uh, Egyébként, uh, várja, várja, szolgálati közlemény. A videó elején nem a gyomrom korgott, hanem, hanem van egy ilyen fura reflexe, amikor hideget iszok, akkor vagy elkezdek csuklani, vagy a torkom elkezd morajlani. Na és ez volt ez a hirtelen. Ittam előtte hideget, mert rohadt meleg volt, beültünk a kamera elé, csönd, és abban a pillanatban uh, elkezdett morajlani a torkom, és akkor ott kiszakadt mindenkiből a a röhögés. Charlie Dorom volt. Az volna a kérdésem, és direkt a podcastben teszem föl, mert erre így akkor nem tudsz nemet mondani, hogy ezeket a videókat kirakjátok a termékek alá? Nem beszéltünk még róla, Charlie, de én kiraknám. Jó, köszönjük szépen. Hát, hogyha elbírja a nagyon komoly <coughs> weboldalatok a nagyon komolytalan review-kat, mint például a mostanit is. Nem, nem tudom, majd megkérdezem a szolgáltatót, hogy bírja a szerver, vagy nem. <laughs> az minden bír, apám, az minden bír. Nagyon komoly <laughs> géppark van alattatok. Szóval ö, 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 igen, ö, az esett még le, hogy voltak emberek, akik a Facebook csoportban, a párásítóban jól informáltak voltak, és már több ö, ízeteket kipróbálták, és volt, aki még nem is hallott a cégről, és úgy kellett belinkelni. Szóval valami 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 Google kampány, vagy vagy Facebook csoportban kicsit teríteni a, 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 dolgot, mert tényleg volt, aki, aki nem tudom, Krisztus, nem tudom kiejteni a nevét, ő például mondta, hogy azért kérdezte, hogy lejte, mert hogy régóta keresett valami, valami jóféle nektarint, és mondtam, hogy hát ezt fölösleges is tovább, mert ez rohadt ez, jó. Ez az. Hát, ez ez, 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 tényleg az. olyan, hogy ez a, ez a mál, ha, ha, ha másik tankot is használnék, amit most használok, csak abban pont blue ice van, akkor abban tuti, hogy a izé lenne, tuti, hogy a nektarin lenne, mert fú nagyon jó, nagyon jó. Vagy az a, a jászmin, és a jászmin, az, az, az egyébként nem tudtam megmutatni, mert itt volt múltkor, felhő kóstolgatta, és ö, kóstolgattuk a likvidet, annyira lusta voltam, mondom, hogy tisztán érezd a jázmint és akkor a kezébe nyomtam azt, a, azt az eldobhatós cigit, amit... Ö, te adtál egyébként a, a blosszos vonalról az eldobhatóst, és ugye ott az egyik az jászminos, uh -huh. a másik meg mentól. Itt jegyezném meg, hogy a 18-as nem éreztem az erősséget, viszont ott is rohadt jó volt, és bennem az a jázmin, az, az egy ilyen flashback volt vissza a, az első elcigis ízre, ami majdnem ilyen volt, ugyanilyen cigi alakú valamiben. Tehát ez most ez a jászmin, ez egyébként a, a, a virágra hajaz? az? Uh, igen, igen, csak. Uh, tehát van egyfajta parfümös felhangja ennek a, a Jázminnak. Egyébként uh, uh, eredeti Jázmin kivonatot tartalmaz, mint ahogy mondjuk a, a Kretek, az szigorúan Indonéziából uh, vásárolt aromából készül. Tehát. Uh, azért odafigyelünk a, a részletekre, kvázi. És mikor mondtad a, az előbb a, a féle videót, akkor egyből beugrott, hogy Gyakorlatilag az, hogy most egyáltalán cirka egy év után ott tartunk, hogy kijöttünk egy terméket, ti még a szarcímkével kaptátok a, ja, a igen, terméket. Azt, azt majd most mondhatod azóta, is. Azóta már nyomdai címke van dobozba, épp ma hozták a dobozokat, tehát aki most adta le a rendelését, az még nem, de aki már holnap fogja megkapni, az, vagy holnap fogjuk feladni a rendelését, az már dobozba fogja kapni. Tehát az jutott eszembe, hogy, hogy micsoda köröket futottunk például az aromagyártókkal, hogy egyszer rendelsz, még egyszer rendelsz, és már nem ugyanazt kapod. Érted? Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy konstans legy, legyen az aromád. Mert ha, ha nem konstans, akkor a, saj, akkor a saját keverésed sem tud az lenni. Tehát hiába tartod be ezeket a, a szabályokat, ugye, itt tudom, én nálunk a legkisebb mennyiség, amit keverünk, az mondjuk 5 liter egyszerre, és, és hiába tartom be az 5 literhez való hogy adagot, ha maga a beszállító nem pont ugyanazt küldi, és azonnal észreveszik. És hát ilyenkor persze. nem a beszállító a köcsög, hanem. hanem, hanem én hanem én, Hát mert... illetve a, 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 véggyártó, hogy így mondjuk, hogy hegyezzük ki rád. Igen. Hát ezt Nem, nehéz de meg az a gáz, hogy, hogy, hogy sok időt elszöttyöksztök azzal, hogy elszöttyöksztök, na ilyet, ilyet sem mondtam még. Szóval rengeteg időtök elmegy figyelj, arra, csináljunk hogy belőle, ezért köztudatba átvonuló szót, mint nem a gőzlérből. Mert... Ebből nem szükséges, köszönöm. <hül> uh, szóval, hogy uh, rengeteget dolgoztok rajta, hogy készre uh, csiszoljátok a receptúrát, és aztán jön egy ilyen, hogy megváltozik az egyik uh, komponens a gyártó oldaláról, és borul az egész. Nagyon gáz. Nagyon, és, és uh, nagyon sok uh, gyártót teszteltünk, próbáltunk ki, tehát Hát mindaz az mellett, te... Bocsánat, mindaz hogy, mellett, hogy próbál, próbálsz még a piacon árban is azért olyan lenni, hogy hogy jó legyen. Ja igen, ezt akartam még mondani, hogy, hogy ugye megcsináltuk a tesztet, ott, ott nem foglalkoztunk az árral, csak mikor én összeállítottam az anyagot, és ott döbbentem rá, hogy, hogy itt tulajdonképpen 500 forintért megkapom a 10 millire vetítve az árát. 500 van, forint. Mondjuk most ez a nikotinmentes... Tehát azt nem nézegettem, hogy valami 1-200 forint volt hát így pluszban mindig a... az ugrás, de de akkor legyen a 10 milli 700 forint, a, az a 6-os, az De nem. Hát nem, az már a 18-as Ja, már. bocsánat. Szóval <coughs> meg kell találni a, a, az egyensúlyt, ez az egyik gondolatom, meg kell találni az egyensúlyt a, a, az outfit és a termék valódi értéke az az íz között, és ez az, ami ami a teszt alatt uh, itt vérzett el az összes amerikai, de úgy képzeljétek, hogy tényleg az összes amerikai, mert uh, a legnagyobb jó indulattal kell hozzájuk állni, és uh, gondolkozni ezeken az ízeken. Ott van a nagyon fancy uh, uh, Five Pons, meg a mit tudom is én milyen 8-10 forintos likvidek, és eladja a csomagolást, de többször a büdös életben nem fogom megvenni, mert, mert szar. És akkor ott vannak ezek az egyszerű, ez volt ugye a múltkor a, a téma valamelyik videóban, hogy ez a, ez a plastik üveg, ugye? Plastik de üveg. használható, Charlie, Tehát uh, én, én, azért Mondom, a, a címke, ki az a, ldp -e mellett, mert jól használható, meg könnyűvel ezt Ne, ne az kormány. tiszta sor, azzal semmi gond nincs. Uh, az Eldiablónak volt, vagy a el, valami, valami ilyen vonal, El Diablo, Madrina, mit tudom is én már mi volt az a vonal, azzal a nagyon kemény pattogós műanyaggal, tudod, borzasztó. Igen, És igen, az, az igen. utolsó cseppeket már ki se tudod nyomni. Arra kérlek viszont, hogy ha küldesz valamit, küldjél, akkor küld, küld, már el Léci mellette nekem mindenképp a Jázmin, a Málna, meg a Nektarinnak az ugyanekkor a kiszerelését már az új csomagolásban, és akkor azt egy updateként be fogom én majd rakni a cikkbe, hogy, hogy legyenek képbe azok, akik olvassák éppen, hogy most már nem ilyen, hanem amolyan, hogyha valakit azt tartana vissza. Na mindegy, sokat reszeltük a fingot ezen, kurva jó a, a nektarin. Ennyi volt a lényeg, amit mondani akartam volna, illetve hát az, hogy hogy... Hogy nyomassátok mindenfelé, mert mondom, sokan voltak, akik azt se tudták, hogy mi a webshopnak a címe. Offline is elérhetőek egyébként a, a termékek. Több helyen, most már Budapesten, hál' Istennek próbáljuk kiépíteni a, a hálózatot, a viszonteladói hálózatot de akár készülékeket is tudunk ajánlani. Kína legnagyobb gyártójával vagyunk gyártói viszonyban, tehát aki blossz készüléket vesz, az biztos lehet benne, hogy a legjobb minőséget fogja kapni. Nem biztos, hogy a legolcsóbb áron. Ezt azért hozzáteszem. teszem. Uh -huh. De ennyi. Tehát én, a másik az, hogy miért nem hallottak róla, egyrészt azért nem, mert bennem ez mindig ilyen ambivalens, tehát én nem fog bemenni 50 helyre, érted azt ott ordítozni, de milyen kurva jó, és vegyetek, és vegyetek, és vegyetek. Azt gondolom, hogy idővel a termék el fogja magát adni, meg, meg, meg a minőség. Tehát arra egyébként kíváncsi lennék majd, hogy ugye megnézzük, hogy mikor jelent meg a Nektarinos videó, vagy a Jázminos videó, és hogy onnantól valami számot látsz-e, vagy valami... Hát én a mai napról, meg a tegnapiról tudok beszélni, nagyjából ilyen 300%-kal dobta meg a a nektarin rendelést. Ó, zsíj! Várjál, 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 azért helyezzük kontextusba, tehát eddig rendeltek mondjuk naponta 18 milit, és ahhoz, ahhoz képest mondjuk a 300 nem sok. Nem, 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 tehát két, a két nap alatt, akik nektarint is kértek, azok olyan 40-45 ember volt, tehát oh. jelentősen megnőtt a nektarin hívők száma és hát remélem, hogy ez visszatérő vásárlók lesznek. Hát meg, meg gondolom, hogy ők is majd terjesztik a, az igét, hogy tényleg finni a dolog. Na de ha így megháromszorozódott, akkor azért ne felejtsük el észrevenni, hogy nincs bizonyíték rá, hogy a pozitív review bármiféle pozitív, bármiféle hatással, pozitív hatással is lenne. Ja, de hogyha már itt a legjobbnál vagyunk, akkor pörgetve itt a témákat, itt van egy ilyen cikk, érdekes a Gizmodón, a legjobb egyszigi 2015, ami hát kicsit erősnek tűnhet, ha megnézi valaki a képeket, hogy ott eldobhatós is van benne, meg mindenféle nyehenyóka, de leírják a, a tesztelési metódust, ugye ott árat, értéket, minden szírszart összevetnek, és ö, és a tendencia az, hogy itt inkább a, a kezdő szettekre mentek rá. Ú, hát ilyen mainstream cuccok, igen. Igen, 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 hát ott van a Blue, ö, ott van a, ott van a, a, melyik volt még a másik? A, a Blue a, Pro két, amit a, a, a black és tesztelt. Igen. A Vibe, <kül> ö, ott van a a White a v és vannak ezek a hagyományos cigaretta méretű és formájú cuccok is, úgyhogy ezt is érdemes lehet körbenézni, nem azt mondom, hogy innen fog mindenki rendelni, meg, meg természetesen ez nem a mod kategória, de, de hogyha valakinek, vagy ott van például, ami így érdekes forma lehet, mondjuk a, a vipe nak az e ami amit úgy kipróbálnék például, hogy Na az milyen kis érdekesként. És ha tovább megyünk, akkor bár nagyon meg kell nyomni, mert tényleg rohannom kell a melóba, de volt egy érdekes kérdéskör, és ezt be fogom rakni majd a linket. Nikotinos likvidek jövedéki adókörben. Képzeljétek, kaptam egy fülest, infót, bárhogy ahogy nevezzük, hogy az ismerősöm olyan körben dolgozik, ahol ez szóba kerülhet, és szóba került. És erről ment itt a totózás. Aztán a, a bejegyzés alatt mondták, hogy de hát ez nem cigaretta. Igen, a benzín sem cigaretta. Meg, ja. hogy, meg hogy ez nem ez, meg nem az. Ö, gyakorlatilag azt húznak a jövedéki adókörbe, amit csak akarnak. Tehát ez, az, nem kell, hogy ez, ez égetés útján, meg cigaretta, meg a tököm tudja. Ha akarják, holnaptól a kolbász is lehet jövedéki termék. Tehát és akkor ők kivetnek rá plusz egy adót. Úgyhogy az az érdekes kérdés lenne, mert ugye, ha, ha nikotinos, és itt most a nikotinos folyadék volt a téma, ha ezt bevonják a jövedéki adókörbe, akkor ez úgy is elsülhet, hogy na, hát benne van az is, hogy akkor lehet majd itthon nikotinos folyadékot venni mondjuk az árára kíváncsi lennék. Abból van egy van... nagyon nagy probléma a jövedékivel, mert én is ambivalens vagyok, mert legalább lehet, hogy tisztába teszés, hogyha nem valami a dohány ö, termékekhez hasonlatos, ö, elképesztő, brutális ö, a, a, arányú terhet tesznek rá, akkor nem annyira gáz. Viszont van egy érdekes vonzata a jövedéki adós dolognak, onnantól kezdve, hogy az jövedéki zárjegyes termék, onnantól kezdve ö, neked jövedéki raktárat kell föntartanod, hogyha forgalmazó vagy gyártó vagy. Igen, és akkor és, a biztosítékokkal is legyünk tisztában. Viszont irgalmatlan mennyiségű pénz. Hát, az hogyha írgal... valaki az irgalmatlan mennyiségre nem tudja, hogy. Hogy, hogy az hova tegye, akkor egy jövedéki ö, raktárnak a biztosíték, amit neked rendelkezni kell, és egy letéti számára el kell helyezni, a 100 millió forinnál kezdődik. Na, ennyit a, a, a tételekről. Plusz, hogy hát a jövedéki az. raktárat meg kell építened, fönn kell tartanod, 24 órába ott hatósági embert kell gyakorlatilag neked, fizetni, hát szóval na, tehát ez biztos, hogy kiszeparálná a piacról a ma Magyarországon likvidet gyártók, vagy ö, magyar kapcsolattal rendelkező likvid gyártók teljes skáláját. Na ja, de ö, berakom ezt a, a kommentet majd, és akkor ott, ott várjuk a további ötleteket, vagy kérdéseket. Menjünk tovább. Van itt még ö, három rövidebb, könnyedebb téma. Az egyik az ugye ma került ki a legújabb haladóknak szánt cikka a weboldalra, a kazán felújítás alapjait taglalva, szintén Blacky tollából, úgyhogy jönni fog szépen sorban a, 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 gondolatmenet tovább viteleként lesz itt üvegszál, lesz vatta, lesz mes, és a többi, és a többi irány a weboldal, a másik ilyen érdekesség az ugye, hogy múltkor útjára indítottam egy nyereményjátékot, azokból a cuccokból, amit például te is adtál, meg a készülékekből, legyen szó akár kazánról, akár, akár modkészülékről, az nem titok, hogy, hogy lesz a nyeremények között, mit tudom is én, Snow Wolf lesz, a Evapor, nem, nem Evapor, de az Evapor, tehát a Brenyóék által küldött elikvidek, amiket teszteltünk, lesz Typhoon GS3, ez ugye a GSL-nek a klónja, amit a, a Eagle Vapor adott, lesz IPV, tehát millió-millió mod, likvid készülék, meg az anyám kínja, kint van a második kérdői, vagy nyereményjátékra irány a weboldal, kattintani, minél nagyobb eséllyel nyerjétek meg, mert ugye mindenki helyes válaszonként egy szavazatot fog a kalapba bedobni így, és akkor aki végig helyesen válaszol, az mondjuk tíz szavazattal játszik, aki csak egyre adott helyes választ az egyel, tehát tízszer nagyobb lesz az esély a végén a nyerésre, nem, nem csak egy szavazattal játszik mindenki. Úgyhogy erre is ösztönöznélek benneteket. Nekem ez csak plusz feladat, de légy szíves, csináljátok, mert abból lesz a végén valakinek öröme. Tisztelt elcigi teszterek. Hát ilyet se kaptam még. Ezt most kaptam üzenetbe. Tisztelt elcigi teszterek. Érdeklődnék, hogy a Blossig Liquidből próbáltad e más tisz, csak a nektarint? Konkrétan a málnásra lennék kíváncsi. Oh. Oh. Nem a Charlie kedvence. Oh, nem. Ez érdekel. Na erre majd visszatérünk, akkor írok neki, hogy kedves Zoltán, pillanatnyilag nem tudok csetelni. Uh, ami még... És akkor gyorsan átcsapok az olvasói kérdésekre. Lackó Attila. Régen féltettük a kezdőket a Meha plus RBA kombótól, hála Istennek a Meha kikopott a köztudatból. Ezt, ezt, annyira vártam, és már szinte csak a megszállottaknak van, viszont jó, jöttek a sok 100 wattos modok. Jobb a sok 100 watt a mehánál? Jobb egy 200 wattos mod egy gagyi baksival, mint egy meha védett cellával? Eljön valaha az az idő, amikor hülye biztos készülékek lesznek, és minimálisra lehet venni a baleset veszélyt? Nem lehet az almát a körtével. A 200 wattos modba sem rakunk gagyi baksit, sőt, pláne nem rakunk gagyi baksit, meg kell nézni Blackinek a videóját, hogy melegszenek a, az aksik. Ö, és, és ennyi. Hülye biztos készülékek? Hát mindenki arra hajt, hogy, hogy olyat készítsen, aztán látjátok, hogy, hogy hogy halad, fejlődik a piac szinte hétről hétre, biztos lesz olyan. Most is vannak hülye biztos készülékek, vegyél egy egó készletet, és azt nagy eséllyel nem tudott tönkretenni. De most ez komolyan, ez vicc nélkül hát mondtam. Ez teljesen jó mondja a Charlie egyébként, tehát egy, egy Ego vagy egy Evod, egy DC tankos megoldása abszolút jó. Ez hát, szerintem hogy... biztonsági oldalról közelíti meg az atilla, és ezzel az erővel az ego sem biztonságos, mert hogyha olyan vagy, mint az, a, az ominózus angol videó, amire emlékeztek, hogy a bárpultnál a kiöntött. Na, na jó, de most ne menjünk, el, a, klasztor, ne menjünk tör, el oda, hogy víz hogy, hogy alatt működik, hogy, e? igen, hanem, hanem, hanem oda, hogy. Tehát hülye biztos, biztonságos készülékek valóban már most, most is vannak, de hülye biztos készülék az az már má, az más tészta. Igen. A másik kérdés Duli Zoltántól. Hát, ha lehet ilyenről kérdezni Fifikát, akkor én arra lennék kíváncsi, hogy a Blosszigen lesznek-e nagyobb kiszerelések, vagy csak 18 milli és slussz, illetve kóstoló csomag lesz-e? Hú, a kóstoló csomag kérdése az valószínű a belátható TPD szabályzása meg fog oldódni, tervezzük a, nem, nem, az eldobható kazánt, hanem az, az, a cserélhető patront, és az két milis kiszeretett. Ugyanolyan, mint egy eldobható kazán csak nem a kazánt dobott ki, hanem egy ilyen cseppmentesen fölpattintható patront használsz, Tervezzük ennek a, a behozatalát, és akkor gyakorlatilag ez lehet egy, egy kóstoló szett, és különböző itt, amely válogatásokat lehet majd így vásárolni. A nagyobb kiszerelés az valószínűsíthető. Nyilván nekünk egyrészt magunkat ut utol kell érni most, miután túl vagyunk itt mindenféle, hogy mondják ezt, tehát hogy miután kialakítottuk a terméket, majd ezután jön az, hogy mondjuk egy nagy kiszerelést megcélozunk, és kiderítjük, hogy mi az, de, de a TPD az meg fogja szüntetni, a, illetve nem szünteti meg, hanem a, nikotinos nagy kiszerelést fogja megszüntetni, de ettől függetlenül gondolkodunk ebbe, hogy, hogy tudom, egy 100 millis kiszerelés az elérhető legyen egyébként. Azt hittem, engem akarsz hájjal kenegetni, hogy utol kell érjük magunkat, mert mióta kiter, kiter, kit, ki, na, kikerül, kikerült a nektarin videó, azóta annyi rendelésünk Jó. van, mint égen a csillag, de nem ezt mondtad, sajnos mindegy, dolgozunk a feladaton. Így van. Jó, ö, sorozaton gyorsan szaladjunk át, mert ö, tényleg borzasztó kevés időm van már sajnos szaladjunk. Az az egy darab, azt te be, tehát úgy szaladjál, hogy gyerünk. Jó. Ö... Ö... <síns> <laughs> Jó, oké okay. Szóval Derek című sorozat Nagyon tudom ajánlani mindenkinek Riki Zsörvé követte el Aki az Office Sorozatot is megalkotta Ez egy nagyon érdekes Sorozat abból a szempontból Hogy ilyen reality kamerás stílusban Fölvet, egy idősek otthonában Játszódik, ahol Riki Zsörvé Tereket játssza Az ott dolgozó enyhén Fogyatékos De elképesztően jó szívű és jó indulatú emberkét, és kettő darab évada van, ilyen 20 perces epizódokkal 6 rész egy évadban, úgyhogy hamar végig lehet darálni, és annyit tudok róla elmondani, hogy ennél bájosabb aranyosabb, szívhez szólóbb sorozatot a büdös életben nem láttam még. Néha szomorkás, néha úgy megpityergeti az embert, de annyira, annyira tele van szívmelengető dolgokkal, hogyha az ember egy kicsit ki akar szakadni a pörgős dolgokból, és, és elgondolkozni a, a, az élet dolgain, hogy lehet, hogy lehetne úgy is élni az életet, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk rohadékok embertársainkkal, arra ez tökéletes, mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Én pedig most nem sorozatot mondanék, hanem, hanem egy filmet, ami, ami ismerős lehet, és kötődünk a Walking Deadhez, mert hogy a, 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 Walking Dead Daryl Dixonja, azaz Norman Reedus alakítja benne az egyik főszereplőt, és a, egyébként a showrunnerje a Walking Deadnek az egyik írója, úgyhogy Hát hatra értékelték, ettől függetlenül én meg fogom nézni, és be fogom rakni majd a, a show is a, a, címét, mert most, uh, Ária lehet, hogy a kommenten fönn van. komment blog, hú. Mert ott minden szírszar fönt van. Így utazhat az EMC-vel Los angeles -be. És uh, jövő hétre ezt is tegyük tarsolyba. A sebész. Steven Soderberg és Clive Owen szemeztem már vele, de... Sorozata. De még nem, nem jutottam el oda, hogy vele mély egyik. Hát nem találom basszus ezt a ízét. Hát ezt nem hiszem el. Lilu, a napképe Walking Dead pólóban. Walking Dead Survivor. Hát <laughs> de ez teljesen kész. Jó. úgyhogy részemről ennyi lett volna a sorozat. Annyit kérek még, és ezt mindig elfelejtem mondani. Az tök jó lenne nekünk, meg másnak is, aki elcigizik, és nem tudja, hogy van podcast, hogyha szépen azok, akik iPhone-ról hallgatják a podcastünket, azok fölcsattognának az iTunes Store-ba, és értékelnék a podcastet, szövegesen is, mert szöveges értékelésnek hián vagyunk, és az, az lényegesen meglódítaná a helyezésünket, hogy a szöveges és csillagos értékeléseket kapnánk lehetőleg, lehetőleg az ötöst, annak nagyon tudnánk örülni. Úgyhogy megkérünk szépen benneteket, hogy értékeljétek iTunes-ban a podcastünket, ami jelen esetben már a 77. résznél jár. Zárójel bezárva. Úgyhogy ennyi lett volna szerintem ez a hét, így is túl vagyunk bőven az egy órán. A videót, meg a kultúrát Fifika meg fogja szülni, és nekünk már csak egy adást címet kell szülni a 77-re, ami amire én tudnék egyet mondani, de hagylak titeket kibontakozni. nem 77-es vagy? De. Én is. A legjobb évjárat. Ezt akartam! Ezt hogy akartam! Nem. Isten bizony, hogy nem beszéltek össze. Tanul Senyar vagyok is. rá. Bár kétszer leszakottam a podcastjól. Lehet, lehet hogy közben ezek itt írogatnak igen, Igen, igen. De, de igen ott de beszéltük meg, hogy ú, legyen az a címe a végén, hogy nem. Jó. Akkor az legyen a címe, hogy a legjobb évjárat? Legyen. Nagyon jó, nagyon jó. Elégedett vagyok a gondolatmeneted, de mú jó. <hogy>, hogy kitaláltad? A legjobb évjárat. Ö, és zárójelbe tegyük hozzá, a kavicsod még mindig nálam van, és a Bread of heaven még mindig nálad van. Ö, nem, mert az már elfogyott, oh! hanem amit megbeszéltünk, hogy a következő, a következő eresztés az érkezik és szerétejtjük akkor. Bele fogom rakni Andor saliszába. Be ez zseniális ez a Venom egyébként. Fifika, el kell, hogy mondjam, hogyha hogyha én, nekem annyi pénzem lenne, amennyi nincs, és el akarnék vágni 220 ezer forintot egy modra és egy kazára, akkor az ilyen lenne. Úristen. Hallod, 400 font egy, egy akkora modér, ami az öklödben eltűnik. Uram, atyám. Jegyezd meg Venom. Venom. Meg. Hellfire Venom. És tedd hozzá azt is, hogy Claire És akkor ezzel mindent megmagyaráztunk. Mi, minden, mindent mindent megtudtunk. Ha lenne fölösleges 400 fontom, akkor én az orosz stratumot vásárolnám meg, ami nem tűnik el az öklödben, mert elég méretes darab, de ú, hát igen, van ez a nyálcsorgatós kategória. Lehet, hogy ki kéne ezt is sorsolni. Andor mindenképpen örülne neki. Hol mondom, Charlie? Ö, mindjárt mondom neked, kinézem az XL-esből, megnyerte Pifko Krisztián. hát ezt a podcastot se hallgatja Andor, úgyhogy nyugodtan ötletelhetünk ilyen nekem. Na majd kapunk a pofánkra. Jó van, fiúk. Jót beszélgettünk. ha még eszünkbe jut jól valami, Hú, ezért is kapunk majd. Hát azt akartam mondani, hogy ha még valami eszünkbe jut ezekkel a témákkal kapcsolatban, hát azt majd ki tudjuk fejteni még jövő héten, hogyha így, így kicsit ülepedett mondjuk a, a németországi trip, vagy mondjuk kiderül időközben, hogy, hogy, hogy mégis segít a leszokásban az ejacigi, nem csak a, a placebo- e-liquid, vagy placebo, e -cigi, akkor azt természetesen meg fogjuk osztani. Addig pedig... Hát, nézem, nézem itt a kezemben, most már több mint négy éve, hogy nem dohányzom, és nézem, és nem nem, nem látok bizonyítékot. Nem dohányzom, de bizonyíték, az, az meg nincs. Az Csembe best, a francba az, az van. Kaja meg semmi. Jó, fiúk, örülök, hogy itt voltatok. Én rohanok dolgozni. Az adás hamarosan kikerül a weboldalra, és csapassátok a nektarint. Ennyi lenne a végszom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Köszi, sziasztok!